Beesett! Jó, akkor az már nem is kell. Tessék, gyerekek, hopp! Ennyi. Ha nincs kedved hordát csinálni, fogod csinálsz egy ilyet. És... kész. Hello, sziasztok srácok! Üdv a csatornán! A mai rész úgy döntöttem, hogy egy kicsit ilyen chillesebb lesz, mert mindig annyira pörgök, de megmondom őszintén, hogy rendesen nehezemre esik nem gyorsan beszélni, hanem így megpróbálni egy kicsit lassabban. De tényleg tök furcsa ez az egész nekem most. És igen, kőbunkóval fogom ezt leszedni, gyerekek, hogy triggereljem a népet, triggereljem a népet. Na, várjatok, kellene nekem potato seed. Egyébként olyan dolgokat találtam ki, hogy behidaltok. Folyamatosan gondolkozok azon, hogy miket lehetne itt még csinálni, és eszméletlen dolgokat találok ki, én komolyan mondom, még saját magamon is meglepődök. A krumpli, ugye mondtuk, hogy a krumplit azt fogjuk erőltetni, mert akkor tudunk jó kajákat csinálni, de nyugodjál meg, kipör, nem kell nagyon bepörögni. Ja, a krumplit azt nyomjuk, meg a kukoricát, meg igazából mindent, ami jár. Na nézzük. Pont jók leszünk szerintem, meg talán kávémag az nem is... Nem jött kávémag? Miért nem jött kávémag? Vagy mi? Van kávémag valahol? A kávé? Van 6 darab kávémag. Úgy gyerekek, olyan önállátóak lettünk, hogy az csodálatos, nem? Különben azt így élem nagyon, hogy így minden szempontból már önállátó a kipőr. Jó, több magunk nincs is, figyeljetek, egy kicsit pakolgatunk, meg tényleg chillezgetünk ma, jó? 9 óra van, lehet, hogy csinálunk küldetéseket, meg így vázolom, hogy igazából miket talált ki a keeper. Kaja alapanyag, hú, hajra jó, most már van végre krumplim. És kellene ugye krumplik, ja, hát ez is kellene, kukorica kellene, zsír kellene, és akkor ugye tudnék csinálni ilyen nagyon szupi kaját. Vagy, ja, még kell hozzá valami? Mi kell hozzá? Ja, víz! A vízet mindig elfelejtem, hogy ez konkrétan ehhez a vízecske is kell. Nagyon jó, most már tudunk csinálni. Hány darabot? Azt a bőtyár, hallott? 10 darab ilyen kaját. Hát azt tudod mennyi? Bazen 62 percig csinálja a gyerekek, ez brutális. Mennyi idő van benne? Jó. 62 percig csinálja, az nagyon durva. De tényleg majd kicsit hagyd lazuljak, mert oda nézzetek, ennyi alapanyagom van. Brutál, gyerekek, brutál. Most ez tényleg szinte már túlzás, olyan jó önellátók lettünk. Ugye mindig, amikor elmegyünk egy körre, akkor szedünk húst, hát ez, gyerekek, ez nagyon sokáig kitart. Ja, viszont rendezzük össze magunkat, jó? Mert a keeper, várjátok, ezt a redet, ezt berakom. Ez mindig rakjuk ide be a dolgokat, aztán akkor nincsen gondocska. Nem lesz gondocska. Ja, szereztünk egy kis puskaport is, most nézem. Ez rendesen furcsa, hogy ilyen kis nyugiba kell most lennünk. Nincs több vépör alkatrész. Ja, de jó, ez is van. Ezeket így külön kéne raknom, és nem kellene. Az a baj, rutinból megnyom ezt, azt így összekeveri az egészet, tudjátok. Aztán az lehet, hogy annyira nem jó. A kőbe, mert ez is... Meg még mi volt, ezt is berakom. Clay nem nagyon van. Lehet, hogy el kellene ültetni közben a fákat. Tényleg ma az legyen, hogy így rendezgetjük a dolgokat, meg csinálgatjuk, jó? De azért lesznek érdekes dolgok, ígérem, hogy azért annyira nem hanyagoljuk. Ezt meg eladom a rákba. Egyébként vannak ilyen szerves craftban, ilyen 1000 aksi, meg minden, amit soha az életben nem fogok használni, vagyis a szervetlen craftban. De azt szoktátok mondani, hogy minden szemét érték lesz majd egyszer, úgyhogy úgy gondolkozzak. Megfogadom a tanácsotokat. Yes! Igen, egyébként. Várjatok, nekem ilyen kellene azért egy 5 darab, az legyen. Ja, meg egy kellene egy fém balta. Egy vas balta kellene. Mindjárt azt meg is nézem. Iron... Firex, ugye? Nagyon tudta a képet. Nem fogok csinálni 6-ost, hanem csinálok egy 5-öst, jó? Remélem, hogy van hozzá elég alkotó elem.
Hát van ez, vasból lehet, hogy nem lesz, de pont van, de jó. Szelvescraft, bőr is van, és mondjátok azt, hogy... Ne! Ebből nincs. Ezt úgy utálom, amikor ebből nincs. Ducktape-hez mindig elfelejtem egyébként, én mindig megjelölöm, mert mindig elfelejtem, úgyhogy so sorry. Kellene rongy, meg kellene ragasztó, szerintem van. Ugye múltkor főztünk direkt ezért, és ducktape-et szerintem csinálom, amennyit bírok. Mert... az mindig kell. Jó, mehet vissza ugye a maradék ragasztó, meg a maradék rongy. És akkor megcsináljuk ezt a... Ezt mindenképp meg akartam. Tudom, hogy már benneteket is nagyon irritált, hogy ugye nem azt használtam, hanem a kő baltát. Majdnem minden részben megjegyeztétek, de egyébként tök jogosan. Mit is akartam? Igen, megcsinálni. Fire Axe. Már tudjuk is csinálni. Egyébként tudnék ugye csinálni nyélszintűt is, de nem akarom ellőni arra. Most azért, hogy vágom a fát, meg ilyen hülyeségeket csinálok. Arra lehet, hogy nem kéne ellőni, gyerekek. Jó, 3 perc, amíg megcsinálja, azt kirakom ezt a vasit, meg kirakom akkor a falt, meg kirakom a maradék szelvescraftot, meg a szervet lent, jó? És akkor így akkor egész jó vagyunk. Mi ja, meg ezt a kávét, azt hadd dobjam ki. Pia alapanyaghoz, ugye van bőven kávénk is, tök jó. Kész pia, viszünk egy 10-es pak üzenet. Figyeljetek, ezt is meg kéne zabbantani, nem? Hogy hagyjuk. Hagyjuk meg, ja. Inkább mi? Még mindig egy darab nem főtt le. Lol. Úgyhogy akkor visszük ezt, jó? Aztán majd megeszegetjük közbe. Oké, a barteles napszemüvegem a szuper, hogy megvan, viszont mondtátok, és itt tök igazatok van, hogy ugye minden szedből jó lenne összeszedni egy full szetet, mert főleg az olyanból, mint ugye kellene nekem egy nerd set, és azokat lehet, hogy külön is fogom választani. Van, nerdből meg van már 3 part. Úgyhogy ez tök jó. A glowess nincs meg. Nincs is nerd glowessom. Miner. És a miner is kellene. Miner boots. A miner bootsból ez a legjobb. Miner boots. Ezt lehet így rakom, így rakom. És akkor, hogy legyen meg minden. És ugye is fogom mondani, hogy miért. Mert ugye a miner set, látjátok, a szemes az mi ez? Jó, nem fószer. Ja, a miner set, be hogyha bányászok, akkor ugye sokkal több alapanyagot fogok kapni. A nerdbe, azt hiszem építkezéshez jó, nagyon sok XP-t tudsz vele szedni. Hogyha még kellene egy harmadik, ami nem más, mint a lumber. Lumber? Azt hiszem, az ilyen favágószet. Azt hiszem, hogy az lumber. És akkor ugye abba meg fát vágni érdemes. Úgyhogy minden egyibenek, meg ugye a többinek is vannak különböző olyan effektjei, olyan statjai, amit érdemes használni. Várjátok, nem lett még meg, még nem. Addig itt ezzel tényleg triggerellek benneteket ezzel a kőbaltával. Ja, csomó mindenre gondoltam, hogy mit lenne érdemes csinálni. Az egyik az lenne, ugye, hogy össze kellene szedni az acélt, meg kéne küldetést csinálni, úgyhogy lehet, hogy elmegyünk küldetésezni. Azért lenne jó összeszedni egyébként, így bazony már fölfele vegyek. Az acélt. Ehhez nem hoztam lőszerteleget, de szerintem ott rohadjon meg. Jó, hát talán annyira nem fog elfajulni a helyzet, de mondjuk lehet, hogy elfajul. Na majd akkor találunk valamit. Ja, az acél kellene, mert ugye rengeteg acél kell ahhoz, hogy ugye mennyi pénzünk van egyébként. Jó. Meg szerintem egyébként még itt a ládában vannak cuccok, mert nem hordtam fel, most egyáltalán nem csináltam semmit gameplayen kívül. Szóval itt ütötte a falat, mint hogyha bármi haszna lett volna. Ez vicc, hogy itt ütik a falat. Na, valami melót. Ja, vettem már fel melót, jó van akkor. Meg is vagyunk ezzel. Ezt ki is dobom. Várjál, nem dobom ki, mert benne volt. Nyugodjatok meg, gyerekek, mert itt a Keeper most éppen csinálja dolgokat.
Az ez rettenetesen idegesítő. Ha hol van? Beszarok neki, hogy nem hallom. Ezek hogy szabadultak ide be? Na jó, mindegy. Ami nekem kellene egyébként, így folyamatosan, az ez. És hogy ezt meg is vesszük, de ugye a napszemüveget nem álltam a felvenni. Ja, most arra gondoltam, hogy egy kicsit chillesebben játszom. Hát, hogyha akkor kevesebbet hibázom, bár nem valószínű. Nem tudom azt elképzelni magamról. Például úgy adtam el azt a pénzt is, hogy nem vettem fel a szemcsit. Megnézem a dolgokat, gyerekek. Nagyon gyorsan átfutam, bocsász. Bár ez hogy püföli valami a falat, ez egy kicsit idegesítő. Ó, itt vannak izék, vannak rúcik egyébként, csak rohadt drágák, meg ugye le tudom craftolni. Felesleges lett, de. Annyit, a steelt, addig. Ennyi? Nincs több steel, nem mint ilyen steel, mi az, az a rúd. Az kár. Jó, oké, csináljuk meg a küldetést szerintem. Szaplit ki kell pucolni. Jó, oké. Csináljuk a küldetés, gyerekek. Hát a francesen bele ebbe a zombiba, hogy folyamatosan ütötte engem, nagyon idegesített. Én ezeket a módokat viszont át kéne raknom. Hírlövet. Meg ugye egyébként van még ezen kívül mód, amit érdemes lenne. Bár mondjuk, ugye ez. Stone-ra van, ez meg wood-ra van, úgyhogy azt a stone-osat nem is érdemes beraknom. Hanem majd inkább rakunk be más modokat. Amik ugye fenn vannak, sajnos, úgyhogy azért nem fogok felvenni, bocsánatot kérek. Ja, úgyhogy ezeket meg kirakom, azt meg szerintem mehet a levesbe. Nincs benne semmi. Oké, most már azért alakul, szépen bekékült ott az alsó sor. Hát ezt elhoztam magam, nem tudom, minek, amikor is darab, egy darab lőszerem se hozzá. Meg itt szerintem még vannak itt kacatok, meg abban is vannak kacatok, de jó. Hú, ez tök jó. Egyet vettünk ilyet, ez tök szuper. Meg ezt ugye, ezt inkább ide bepakoljuk mindig. Jó, van egy ilyen lutos cuccunk, ami tök jó, minden van nálunk. Elmegyünk küldetésezni egyet, jó? A beceklivel. Hol van a becekli? Gyerekek. Ott a bicikli. Ja, a biciklit bassza elhagytuk. Hát most esik le, hogy ilyen hülye voltam, tudjátok. Hát a bicikli az ott maradt a francba. De egyébként érdekes, hogy most mutatja, pedig aztán vagy fél kilométerre vagyok tőle. Nézzétek, ott a bicikli. De ugye, amikor még live-ba elvesztettük a biciklit, akkor ilyen tök közelről se. Ez tök érdekes. Jó, gyerekek! Majd írjatok véleményt, hogy inkább ilyen kis chilles legyen a képer, vagy pedig pörögjön, mint a trágyaszóró. Aztán akkor el tudjuk így dönteni együtt, hogy mégis. Nekünk mi a prioritás, mi a jó, bár aztán, hogyha lehet akció lesz, akkor bepörgök. Úgyhogy a sorry érte, de nem lesz bírás velem. Ja, tegnap csináltam basszus a videót. A legelső alsó új lakos videómra ilyen reakciószerűt. Basszus, mennyien megnézték, nagyon durva. Tök furcsa nekem, hogy egyébként, hát nem zavar egyáltalán, mert látja, ha zavarna, akkor nem játszanék ezzel. Hogy ennek a sorozatnak ugye annyira nincs nézettsége, ilyen 1000 néző, 1100, 1200-ba áll meg egy hét leforgás alatt kávé, de basszus, egy farming szimulátor alsó újlak, farm FS15 alsó újlak videónak, az meg ilyen brutális, tök durva. Nagyon érdekes. De nagyon nosztalgikus érzések fogtak el ezzel kapcsolatban, mármint azzal az alsó új lakos FS15-tel kapcsolatban. Lehet, hogy visszakeresem majd a legelső azt a verziót, amivel játszottam, amikor kipróbáltam ezt, és abból kellene csinálni majd egy nem is, még ha nem is sorozatot, de néhány részt.
Az nagyon nosztalgikus lehet. Ugye próbáltam a legelső verziót is már, mert mint ugye a bicikli az hol van? Az arra van. De itt van valahol a közelben. Itt ugye lement. Ja, itt lesz, ott lesz. Lementem vele, az nagyon vicces volt egyébként. De egész jók túléltük. Egyébként elmondom nektek, azt tervezem a 42. napi hordára, képzeljétek, hogy nem megyek. Na meg még. És komolyan kettő kutya, meg kettő izérám rontott. Hát az apátok szömít. Szerek egy kis rothadt húst, meg emeztem azt. Jó az. Ha már így levágtam ezeket. És mindig támad valami azt olyan hatáson, de most már nem. Egyébként itt láttam egy lyukat, gondoltam rá, hogy elmegyek erre, de lehet, hogy jól tettem, hogy nem. Mármint a biciklivel. Lehet, hogy innen nem tudtam volna kivel. Hát, itt bekeveredtem volna. Ugye, meg volt 5 percem vissza a hordáig. Szerintem tök jól tettem, hogy itt hagytam ezt a biciklit. És tényleg azt csináltam, hogy elkezdtem rohadni. Meg hát, amire kitolattam volna innen, meg kimentem volna, az egy tortúlered volna. Itt is... hát igen. Jó, elcsesztem azt akkor. Na megyünk ám, a küldetést megcsináljuk. De egyébként vicces volt. Ja, arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogy úgy csinálnánk. Mi a fasz az nagy kutya, bazza? Júj! Júj! Júj, gyerekek, tudod? Hú, ez minket izé, gajra tette egyszer, öcsém. Bazze. De ebbe mennyi loot van mindig, hallod? Ez brutális. És ez fixen lootol, hallod? Na, ki kéne izélnem. Ki kéne veséznem. Hát ez jó van, ez hamar meghalt. Ott volt egy másik kutya is, akkor abban meg egy kis kaját lehet, hogy szereznék. Oh! Fejre lőttem a kutyának, elrepült a francba. Hát ez úgy jó buli lett. Ez nem volt jó ötlet. Hova ment? Oda fölugrott a kutyák. Úristen, ezzel az ötös késsel kettő szúrással leszeded a izét. A kutyát szétbelezed. Tök jó. Nagyon örülünk neki. Na menjünk küldetésezni egyet. 11:51 van, amúgy sem akartam. Szeretem egyébként, hogyha nem akartam olyan komoly dolgokba belevágni, ugye szeretem. Hú, bazzai, ez milyen épület. Öcsém, azért kifogok már olyan izéket. Apám, ez? Hát ez lehet, hogy egy kicsit elég is lesz nekünk. Mi van? 5-ös, 6-os, mit csináltál? Halljátok, várjátok egy röpke pillanatra, annyi, hogy ha van ugyanolyan, ugye akkor azt ki tudod belerakni. Meg a hülyeségeket, ezt az egy virágot, meg a sört azt ugye nem szereti a képer, tudjátok. Ezt akkor kidobtam, aztán glút meg mondjuk ezt belerakom. Nincs valami olyan, ami tök nem fölösleges nekem? Mondjuk ez az aksi is, nem? Jaj, meg a 7 nitrát, de most azért nagyon ki fogok faszolni. Hogy kidobtam a 7 nitrátot. Na gyerekek, adjuk neki. Mi a... Fú, de megjettem ettől fától, gyerekek. És merre kell menni, vagy hogy kell menni? Te perevem, vagy mi van? Neked jó, jé. Hát én eljöttem egy olyan helyen, ami szerintem soha az életben nem gondolta volna senki, hogy arra kell. Ott egy néni. Jó, lemegyünk. Gyere, babám. Mert lehet, hogy ez egy kicsit túlzás volt, vagy a másik irányba kell venni. Hát az... Nincs, hogy verjem ki. Itt, fönt. Ez kemény, bazze. Hát ez jó. Ez bírom egyébként. És akkor én meglepődtök, oké, hogy ti tudjátok, hogy ennek az épületnek hogy lehet behatolni. Behatolás, meg kiverés, meg itt minden, mi gyerekek. De Keeper az nem annyira... Ott egy létre, ugye? Jól látom, hogy ott is egy létre. Ó, gyerekek, hát ilyen ugri-bugri dolgokat majd aztán tőlem. Ne várjatok, meg elmondom nektek, hogy... És ez komoly? És megint nincs egy darab fám, hallod? Ó, a szeme állja meg, akinek ezt kitalálta. És még itt se?
És akkor merre bassza? Ez nem létre. Hú, de jobb írja az esést. Na jó van, én mindjárt beássam magam, hallod? Rosszabb nevet tevek, hogy ezt kitalálták. De most izébe bazza, elsőre, miből kellene tudnom nekem, hogy hogyan kell menni? Jó van, itt te ugrálhatok egy óráig. Egyébként bírom ezt, komolyan. Mindjárt beássam magam. Egyedül az, de az zavar, igen, és egyre jobban kapkodok. Egyedül az zavar, hogy nincs a mining gor, ugye? Meg az zavar, hogy olyan töketlen lassan közlekedik most már az a karakter. És érted, akkor talált ki, merre menjél most. Arra menjek, vagy erre menjek. És itt ugye nincs semmi, az jó. Akkor gondolom arra. Ah, végre megtaláltam a bejáratot. De viszont ez szerintem kurva nehéz lesz ez a... Ez a hely, ilyen marha nagy épület. Azt a betya figyel, hallod? Itt öcsém már le is koszolnak minket. És szar kaján van, nincsen semmi buffer kajám. Ez megint egy bálatos dolog ám. Azzal még kapsz ugye HP reget, meg minden. Hát itt, vagy semmi, ugye, hallod, hullanak az égből is szerintem. Rámegyek erre. Öcsém, ez rendesen beakadt, hallod? Jézus Mária. Hallod? A fasz vagy gyereke. Rendesen idő van, FPS dropom van. Yugi bugi bébik. Azért jöttem ide be, hogy ugye azért egyfelől tudnak támadni. Jó ez a kalapács egyébként, én nagyon élem. Jó, van lockpickünk is. Meg ugye van izénk is, van olyan kajánk is. Ami ugye lootot növel. Még vannak, még bazza mennyi van, még 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még 6 darab van. Ez izé, ez kevés hely lesz, úgy érzem. A lootokat nem kéne elhagyni, mert biztos jók lesznek itt. Jó, hát közben lootolok, én nem tökölök. Hogyha találnék bármit is. Hát sok megtalálnak majdnem. Annyira nem kell beszarnunk, mert nagyon jók vagyunk. Mármint jól el vagyunk keresztül át. De hangos ez, basszus. És hol vannak ezek? Ja, itt egy hülye. Egy kettő hülye volt. Az ilyen főlút előtt mindenképp vegyük fel, várj, azt a ragasztót elviszem. A főút előtt mindenképpen vegyük fel. Nehogy kinyisd az ajtót, hülye. Hi. Gyerekek, ezeket kell itt összeszedni. Nem hajlandók nekem eljönni oda, ahol akarom. Na, egyébként közben egy vázolok, hogy miket szeretnék. Először is 42. napot vagy a városba, mindenféle védelem nélkül akarom megúszni. Szerintem tök élném. Ez mi a franc? Oda néz, írását itt, de jó. Itt van a izé, ilyen prezentációs szoba, vagy minek nevezik. Jó, szerintem először fölmegyünk, és úgyis, amit össze kell szednünk, az valahol len van, még lejjebb. Úgyhogy akkor ezt úgy csináljuk, jó gyerekek? Ó, ezt jó, chillesen megcsináljuk, ez a harmadikon vagyunk. Liftek azok nem is működnek, vagy hogy? Nem. Hát van lépcső. Egyébként még mindig van egy ellenfél valahol. Ah, itt van. De jó, megjöttél. Még jó, hogy jöttél, legalább megláttam ezt, hogy van itt könyv. Stone Spear 5-öset most tudok csinálni, azért egy kicsit vicc az. Na jó, menjünk följebb. Szépen kipucoljuk az emeleteket. Mindenképp ugye clearelni kell, meg ki kéne lootolni is. Jöjjenek jó sokan, mert bírjuk mi. Kitöröd az ablakot, te! Letörted a tükrünköt. Te
De ezek mind ilyen izék, ilyen szép ruhába öltözött kis irodista csávok. Az apát faszát. Hol vannak a izé stripper csajok? Wall Street farkasai. Ez egyébként elég nyugis. Imádom, nagyon szeretem én ezt a kalapácsot. Köpködjetek meg érte. Egész nyugodtan. De én nagyon imádom. Szerintem ez egy élhető dolog. Szerintem ez egy élhető dolog. Ja, hogy a izzai a lépcsőház volt. Aha. Jó, itt föl tudunk menni. Még följebb, a tetőre. Lehet, hogy ott van a főút is. Nem tudom, hol van egyébként. Soha értelemben nem voltam ebbe az épületbe. Ó, itt át lehet menni. Jó, ezeket jegyezzük meg. Sőt, át is megyek. Soha életemben nem voltam ebbe a poi, úgy nevezik egyébként, ugye? Nagyon nördösen akarjuk kifejezni magunkat. Ja, ebben még soha nem voltam. Azt hittem, van valami loot, hogy a szem álljon meg. Jó, de viszont föl lehet menni. Jó. Vannak itt útvonalak, de nem lootoltam még ki mindent. De gond, látjátok, hogy erre a skill-re is például nincs pakolva normálisan. És ilyen kokker. Ezt a szintet még pedig ki kéne lootolnom, addig nem menjünk már följebb, nem? Ah, tetszik ez a hely. Ez a hely nagyon jó. A keeper olyan, mint egy oliva bogyó. Sörétet annyit fogunk tudni gyártani, gyerekek, a világpapírját összeszedem. Na. Egyébként egy csomó helyen föl tud. Ja, ez egy ilyen félemelet. Ja, oda lehet, ja, oda lehet bemenni, oda néz, ez ki van találva, csak egy. Akkor viszont mindenképpen bemegyek most. Mert akkor annyi, hogy ott ki tudod így okosba lootolni azt az épp helyiséget. Az egy ilyen fél szint. Azt hittem, hogy már a következő, de... Hát, nincsen izé kulcs. Kulcs vagy valami, ott a kulcs ki is tudunk menni. Jaj, de jó. Jó, ez ki van találva, gyerekek. Na, van itt minden is. Találtuk megint egy scope mortot egyébként. A puskák annyira nem jók ebben a játékban, jól érzem. Mármint ugye azért nem nagyon sniperkedik az ember, inkább azt csinálja, hogy ugye darál. És emiatt tényleg nem a... Ezt a hópot, ezt hagyjuk már. A keepernek nem kell sör. Itt is valami. Egy darab koszvat tüzé. Ó, szemetesek. Szuper. Gyorsan körül satsintunk. És ha időben fel tudunk menni, ne felejtsük el. Romlott hús. Mondjuk ha már egyszer van nálam, akkor egy, akkor tök mindegy, hogy hány van. Mert ugye úgyis egy slotot foglal jó esetben. Na hát ezt el nem viszem bazzal. Vagy ezt elvigyem? Igazából teljesen felesleges nekem. Jó, hát az is nem kell. Nem kell, gyerekek. Bár aztán, hogyha van nálam csont, akkor kelljed, nem igaz? Hányat tudunk eltárolni egy szlaton csontból? Majd kiderül, nem? Ne kérdezzek hülyeségeket. Ott van valami. Könyvecske az asztalon. A keeper nagyon. A asztalon. Nem jó. Ez a rím se jött ki. Egy darab kukoricamag. Annyi kukoricamagom van, gyerekek, hogy durát tudok vele rekeszteni. Na. Körbejártuk ezt a szintet okosba, ugye? Akkor mehetünk följebb. Ez meg itt volt pont. Mondom itt. Lehet, hogy fönn van a főút egyébként tetetőn. Kinézem ezekből. Viszont már is csúnya dolgok vannak. Ő millióan, hallod? Millióan. Erre számított a keeper. Sorba rendezzük őket, gyerekek! Potyognak ám, öcsém.
Egyébként ez egy marha jó taktika, hogy ugye sorba rendezel őket. Meg ugye egy madarakkal se tud... Madarak se tudtak velük mit csinálni. Nem jó, hogyha mindenfelől tudnak támadni egy madár az itten kepesztet. Oké. Oké, bubikáim! Ennyi voltatok? Hát ez nem volt erős, na. Lehet, hogy nem itt lesz a főút, azért az elég gyenge volt, nem? Ez elég gyengú volt. Ja, hát ez ugyanoda vezet. Jó van. Körülnézünk, figyelj, feljöttünk a tetőre, tök buli. Ott is van még. Ja, az már a szomszédház. Jó, hát akkor megyünk tovább szerintem. Hát nem itt lesz a... Mi a pöcsöm? Jaj, kisagyám! A nénye meg elmaradt. Jó. Hát, ez nem a főlút, úgy látom a retikül. Volt benne 10 dollár, hát ez le volt pattavva ez a népből. Ezt leszkreppelem, mert akkor már úgyis van olyanunk. Ezt akkor legyen. Jó, jó, nincsen semmi gond. Egyébként ja, ilyen lőszer meg riktig nem jött. Meg ebbe sincs több. Ja, hát itt nem kéne leesni. Nem fog leszakadni? Ez jobb buli lett volna. Jaj! Ettől rendesen ilyen izém van, ilyen rosszul vagyok ettől a szartól. Semmi más, abszolút. Akkor tetőre azért tényleg nem volt érdemes feljönni, mi? Semmi? Tényleg semmi? Hát itt gyanús egyébként, hogy... Itt lemegyünk, jó? Körülnézünk, ha, hova visz be, vagy ki, vagy nem tudom. De úgy látom, hogy nuku. Nek semmi értelme nem volt. Azt hittem, hogy itt a főút, de akkor megyünk lefele. Lehet, hogy még pince is van ez alatt a szar alatt. Imádom egyébként, tök jó. Nagyon jól el lehet boldogulni ezzel a kalapáccsal is, ugye. Jó, néha azért berántom a gépfegyvert. De igazából az sem szükséges. Hogyha összetudod őket gyűjteni egy olyan helyre, ahol, megyünk még egyen lejjebb, csak nem tudom, hogy hogyan. Lépcsőház ajtó, az meg be volt 10 éve, mi? Lír. Lír! És már nincs mivel rosszal ütnöm. Mármint nem tudom már rosszal ütni. Az igen, gyerekek. Azért gratulálok, nem? Hát... Basszátok meg. Kezdtem, basszátok meg. Hát jönnek, na. Hát gyertek, komáim. Nem sokan vannak, úgy látom. Mi? Ki az a hülye, aki kutyákat tart bazza az izébe? Hát fura. Ki az a hülye, aki kutyákat tart bazza a lakásba? Vagy az épületbe? Ez is nagyon tetszik, hogy konkrétan területeket tudsz ütni. Jó, hát ezt végigjárjuk ezt a szintet. Meg úgy láttam, ugye ott lenn volt a izé, amit össze kell gyűjteni. Az a szapli. Nehogy elhagyjak valamit, mert mindig lecseszés van. Gyertek már, gyerekek, nem érünk rá. Kutya! Gyorsabb volt a kutya, mint a... Gyorsabb volt, mint a kutya a gyerek. Tényleg még akarok mesélni, hogy milyen terveim vannak, szétrögítek a fejeteket szerintem. És nagyon sokszor, amiket akarok megvalósítani, azt nem azért akarom megvalósítani, mert az a legoptimálisabb, mert igazából ez egy játék és nem egy munka, hogy most ezt ilyen halál optimalizálnom kell, hanem azért, hogy poén. És azt majd el fogom mondani, hogy mire gondolok. Csak mert lehet, hogy valakiknek ki fogja vágni a biztosíték, hogy már megint milyen terveim vannak, milyen extrém terveim. Jó, hát ez ennyi volt. Mehetünk egyen lejjebb, nem? Pókember! Már ez is megvan. Itt biztos, hogy még lesznek huncut dolgok. Ó, de még mennyi? Hát ez Iha!
De valakit úgy eltaláltam, hogy itt vergődik. Te meg nem haltál meg. Baza, egy ilyen helyet találsz. Kalapát se hallod, izé vagy, Terminátor, komolyan. Né, egy kávé azért jó, hogy staminát azt rendbe tegye. Ez nagyon buffer cuccok se kellene. Meg ugye egy-kettő ütést bekapsz, semmi probléma. Meg hát nem is muszáj bekapni egy-két ütést. Na! Nézzelődjünk közbe, autóvezetés. Kresztan folyam, megtanulási. Bökő. Hú, mennyi könyv hallod, ez jó az a hely. Szereti a keeper a könyvet? Kitanulja. Hú, ilyen távcsőkészítés. Mindent is tudok már. Ott egy loot baza. Ez valaki ott öngyilkos lett. Ez komoly? Nem aktív, nem tudom fölvenni. Na most. Legalább lett egy kis lőszerünk. Ja, nagyon jó. Oké, mi a franc van itt? Mit kell még csinálni? Még mindig clear-elni kell. Lehet, hogy van még alaksor. Hol a főút ebbe az épületbe, gyerekek? Most ez komolyan? Hol a főút? Hol a főút ebbe az épületbe? Keressük, 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 kutatjuk. Na, megyünk a konyha fele. Ó, itt is van valami, várjál. Ó, itt lesz a huccutság. Itt meg ugye jöttünk. Megnézzük a konyhát, azt utána levegyünk, jó? Egy murky water. Az is jó valamire. Igaz, annyi vízünk van. Mint az állat. Ó, jó. Meg jó, hogy bejöttünk ide. Jó van. Dír. Egyébként tényleg nem tudom, hogy ezt a ládákat miért nem ezzel ütöttem szét, mindig átváltogattam. Megmondom őszintén, így féltettem, hogy romlik az állapota, de hát aztán akkor mi van? Mi van itt el? Hát három ütéssel kiütöm ezt a vasajtot, bazd. Kiárad? Ó, szart. Jó, megyünk le a pincébe, ezek szerint akkor ott lesz a huncutság. No problémo. Hello, gyer! Ú, bazze! Öcsi! Hát ugye megint a taktikát begyomjuk. Ó. Egy kiutott. Hú, kettő rendőr zombi, mindig az. Hát nem sok ez a Rodi. Várjátok, egy kicsit meghuncutkodjuk őket, mert nagyon, nézzék, nagyon mocskosak. Ha-ha-ha, ide sokan vagytok, gyerekek. Ja, elfelejtettem megírni a kólábat. Mielőtt akció lett. Milyen hosszú keze volt ennek? Csalás! Hát olyan pofont levert. Figyelj, azokat meg leakasztottam, nem tudom, hogy sikerült. Na. Gyerekek, még figyeljetek, mennyi piros pötty. Oda nézzetek körbe. Hallod? Még szerintem minimum egy 15. Ez egy kicsit brutál, mert azok gondolom nem maradtak. De egyébként ez a taktik, ez nem rossz. Alul nem felejtsük be begyomni a piát.
Na persze! Tudod, könyvet akartam elolvasni már negyed órája. Na, lemegyek ám, mert lassú a kezek. Elmondom nektek, ez a set, ez nagyon Terminátor, nem? Most, ne, most tényleg minden túlzás nélkül, ez nagyon Terminátor ez a set. Csávó, meg mi van? Alszol, bazzik. De mit keres egy komplett motoros banda az alaksorba? Míg lesz ennél lejjebb, vagy mi? Ja, basement. Bavin basement. Aha. Csia! Csia! Még itt van egy. Valahol. Aha! Hú, hát ezt nagyon ki kell utolni, ezt az alaksort. Itt is kéne valahol lennie, de hol vagy? Ez alattam vagy fölöttem? Figyeld! Pont itt van. Nem tudom, hol van. Jó, konkrétan majdnem minden megvan, úgyhogy közben elkezdhetek izért lutolgatni szerintem. Csak, majd együk meg a kekszünket. Oda nézzél, milyen ideig vannak itt. Zárva van, basszus. Á, itt nyitva van. Jó, nézzük meg, hol vannak lutok, de hát figyeljetek, 6 percben csak beletelik. Vagy bele... benne lesz. Úgyhogy loot izé van. Buffal, toljuk. A rakéta, bazzel, rakéta volt. Nem mondom nektek, az egy rakéta volt. Ó, öcsém, mekkora láda ez, hallod? Mi van ebbe? Drobod vagy mi? Ez nagyon durva. Ekkora ládát nem is láttam még szerintem. Lootos kaját beküldtük. Ó, ne! Ja, de kinyitotta. Hoppá, oda néz. Shotgun izé, robot. Fú, de jó. Lumberjack, na például ez is nagyon kellett. Ott egy pump shotgun. Ajajajajajaj, de nagyon fincsi dolgok vannak itt. Pump shotgun volt. Várjál, ezt megeszem a francba. Jó, az a lényeg, lootoljuk ki a dolgokat, utána majd ráérünk rendezkedni. Szerintem, hogy van-e ott van fönt. Hány percünk van? Még 5 percünk van belőle. Ó, jó van gyerekek, jók vagyunk. Kis okosba játsszuk most egy picit. Tényleg egy, tudom én is egyébként, hogy a folyamatos kapkodásnak köszönhetően rengeteg hülyeséget csináltam, meg lehet, hogy most is fogok. Természetesen. Nem veszek észre ládát. Ha, itt egy Neighbor. Ejj! Megúszta! Na, volt még itt loot egyébként? Valahol biztos volt, nem? Ennyi lett volna a fő loot? Mondjuk aztán annyira nem panaszkodok, na. Csak még mindig nem cleareltem mindent, egy zombi el van izébe veszve. Ki akarom próbálni a pump action shotgun-t. Szerencsétlen, valahol nagyon el van veszve. Ez már mosógép a javábú, gyerekek. Jó, végignéztük mindent? Jó, hát egy buriba nem fogom megváltani szerintem a világot. A lutos buffal is izé lesz, maximum WC papír. Szerintem, hogy nem-e maradt elve. Ó, oh, oda nézzél, baza. Hát, ha még itt egy csuda huncut dolog van, de bele kéne húzni, mert 3.30. 8 is lejár az valami. Hoppa. Mi értelme volt? Jó, gyerekek, ha nem fér a semmi se. Handanap műanyag. Ezt megisszuk. Mondjuk azt mondtátok, a tök mag is jó kaja. Meg ezeket is minek viszem, már 100 darab ilyen van, hallod? És ebből tényleg aztán nem kell túl sok. És ennek ide mi értelme följönni? Semmi. De szerintem inkább az van, hogy fordítva így le tudtál volna jönni valahogy. Jó, nincs semmi más, tuti. Akkor menjünk a rákba. Ó, itt egy könyv még.
Egy könyvet szeretem, mert azt nem foglal a helyet, azt így kilútolod, azt Isten áldjon. Megtanulod. Jó, itt volt ugye a fölút, más abszolút nincs. Ott, Ben. Nagyon sumák módon el volt rejtve. Ebben azon érdemes átnézni. Soha nem szoktam, hanem mindig rohanok, tudod. Mert gyorsan. Azt emiatt hagyom el, azt mindig emiatt kapta kizét, agyfaszt. Nem csoda egyébként. Meg ugye egyébként én is, amikor néha belenézek a saját videómba, hogy visszanézem, idézőjelesen, hát nem igazán nem visszanézem. De hol van az a csávó, az el van akarva egy gyerek valahol. És hallom a hangját. Ennyi! Ez volt, halljátok, ez volt vissza. Jaj, ki akartam próbálni a Pemfection sarkat. Hú, ez nem tűnik rossznak, hallod? 8 darab lőszer, meg ugye be kéne modolni. Hát jó, Sanyi, mit csinálta? Ide durrantott a Sándorom. Tudjátok, mit csinált, nem akarom mondani, hogy fingott egy kurva nagyot. De tényleg. Na, hogy menjünk ki? Valahol kiütöttem az ajtót, szerintem ma. Valahol, bazzeg, pedig kiütöttem egy ajtót. Nem itt a sarokba? Nem. Hol az anyámba? Ja, a konyhába. Na ezt kipróbáljuk el valakin majd mindjárt, ott van egy csávó. Ez mekkorát sebez, nézzük már meg. Ja, sörétenként számolja. Ez lófasz. Ez nem a legerősebb egyébként, meg hát ugye nincs rápakolva. Na hát mondjuk azért van. Azért van rápakolva, igaz, hogy nem direkt be, de valamennyire, hát azért nem a... Nem tudom, ennyi idő alatt körülbelül kalapáccsal is ütök egyet, aztán sokkal nagyobbat sebez. És az is területi érted. Nem tudom, jó, mindegy. Nem mondom, hogy rossz, mert akkor meg azt mondjátok, egész eddig ezért sírtam, de lehetne jobb is. No, valamit ki kell próbálnunk, és fogom is vázolni a helyzetet. Meg tudjátok, mi a lényeg? Ha sikítós zombi jön, akkor nem szabad megölni. Hogyha ott a bázisunk környékén, főleg. Mert az a tervem, hogy tudnék akkor vele farmolni XP-t. Meg lootot is nyilván. Nem kéne megölni, és akkor ugye... Ha... Folyamatosan spawnol az is sikítós zombit, akkor az is spawnol, és akkor egy ilyen végtelen loopba bekerülne ez az egész, és akkor egy folyamatos farmot tudnék csinálni. Nagyon jó bír ilyen az armor, hogy mit ütnek ötem, még akkor is tök lazán el vagyok. Szóval annyira nem történik olyan nagy, nem fogok meghalni szerintem. Én úgy gondolom emiatt. Úgyhogy mindjárt megnézzük. Júj, ez egy ötös küldi volt, és hatosra ment fel a izé miatt, ugye. A sivatag miatt, azért írt 6-ost. De 5-ös volt, ez jó! Egyébként 6-os a legnehezebb. Biztos az jóval nehezebb mindez, de ezt tök jó tudjuk abszorválni már. Na babacskáim, menjünk, aztán valamit okozunk. Nagyon eladni nem akarok semmit. Minden kell majd, ugye? Specifikusan akarok vásárolni, hogyha vásárolunk is. Na, mi az, ami van itt nekünk? Mindenképp a crafting skill lesz. Ó, 5000 üzemanyag, öcsém! 5000 üzemanyag. Mondjuk az nem rossz, de mindig ez erre vagyok ráizgó. Figyelj! Lehet, hogy elfogadom az 5000 üzemanyagodat. Jó az gyerekek, meg még egy jobot esetleg, még egy jobot. Jaj, és ez már mind 5-ös. Jaj, de imádom őket. Mondjukkel... Infest... 4-14 méter egy... Egy fertőzött clear van. Várjál. Oké. Nincs olyan csoki. Ja, mert reggel vettem meg még. Szomorú. Az a lootos csoki, ez tök jó. 5000 üző vagyok, lol. Ez meg. Egy shotgun. Automata turret. Meg hozzá lőszer, vagyis hát lőszer. És ha ez kettes szintű, ez még jó is, nem? Úgy nagyjából azért el lehet vele lenni. Na jó ez, ingyen volt gyerekek.
Várjál már, annyit ki kéne pakolnom nekem a főleg a kacatokat. Figyelj, ezt én kirakom, meg akkor kirakom azt a puskát, mert az annyira nem kell. És akkor nem kell a 9 mm-es, ez se kell. A söréted viszont Lumberjack cipő, az nagyon szuper. Ó, de jó, ezt pont akartam. Meg van még egy ilyen modifikáció, jaj, annyira jó dolgok vannak itt, gyerekek. Imádom most, ezt nagyon megfogtuk. Az 5000, hát menjünk a motorra akkor? Nem. Hogy igen, mondjuk az motorra menni jobb. Úgy vannak eladható dolgok is, de jó. Nagyon szuper dolgok vannak, gyerekek, nagyon szuper dolgok. Ezt most így rendezem, és megnézzük, mert van olyan ármorom, amiben még fér simán mod. Mit csináltam? És akkor ezt még becsórjuk. És benne is van. Egy 2 darab hely, figyeled! 2 darab hely, amelyik... Oké. És akkor... Így. Ezt meg lehet, hogy meg is kéne enni. Ja, meg ki kéne szerűrni a motorból, nem igaz, gyerekek? Ja, motorban pont nincs is. Te hülye vagyok. A bicikli. Hova az anyámba raktam? Király mód, nagyon király. Ja. Jó. Ezt viszem. Mondjuk csinálhatnám, de nem akarom meg... Ezt mondjuk lehet, hogy megjavítom. Régebben egyébként nem volt olyan, hogy vépőn javító készlet. Én álmodok ilyeneket be. Hát jó, ezt is megjavítjuk, az le van amortizálva, a többi az jó állapotban van. Ja, lehet, hogy shotgun azok egyet, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen. Ezt a küldetést meg megcsinálhatnánk, simán belefér. Ugye ráadásul ilyen fertőzött, meg jó közel is van, meg ötös is. Tier 5-ös, még mindig nincsen normális kajám. Buffer kajákat miért nem hozok magammal? Ja, mert nem volt lefőve, de most már lesz 10. Az jó lesz, tök... Azt láttad? Azt láttad? Hogy visszapattantam a levegőről? Az nagyon durva volt. Ját meg ilyen benzinkút, meg autókat kéne szétszednem, azt lenne üzemanyagom bőven, ugye? Azt mondtátok is utolsó részben, hogy szedjek szét egy csomó autót, aztán lesz. Ja, tudom, csak az nem olyan izgalmas, aztán azért inkább bizony, inkább... Nem mondod! Ezt emlékszek el, ez megint egy kurva nehéz küldetés lesz. Várjátok, ezt izébe is állítom, van 4 órám rá. Meg aztán tök mindegy, kit érdekel, hogyha későn végzek, ugye nem oldanabban. Nézzük, hogy mik vannak, milyen vép fegyverek. Ó, ebben van bőven lőszer. Ebben is. Na, figyeljetek, egy kicsit shotgunozgatok, azt legalább ráérzünk, hogy mi lesz, jó? Nézzük, hogy merre kell menni. Valószínű, hogy erre. Bár félek, hogy az a shotgun egy kicsit koki lesz. Elég gyenge. Még lelőttem bazza izét is a... Nem rossz. Nem mondom, hogy rossz. Nem mondom, hogy rossz. Ugye ez rá lenne pakolva bőven. Lehet, hogy itt szeretnénk. Na, izét akartam. Ilyen kendit akarok. Ez nagyon körülött nekem. Loot bónuszos, tudod. Meg egyébként itt vannak ám csoda dolgok. Lockpick szukász, figyeld. Ezt is érdemes megvenni, ugye? Nézzük, hogy mi az, ami... Skullcrusher, figyelj, build image. Allor, azért ez is kemény. 50%. Hát, ezt úgyse használom, mert meg nem is rá szükségem, de egyébként élném. Nagyon vicces. Ja, oké. Csapjuk ezzel neki, gyerekek. Jó? Földszintet teljesen lootoljuk ki. Hát nem tudom, milyen WC-be egyébként lehet, hogy nem fog turkálni, úgyhogy azt engedjük el, jó? Ne arra ugyatok, hogy azt ki fogom hagyni, de azt lehet, hogy nem akarom.
Ja, azt akartam mondani egyébként, hogy szerintem megcsinálom a 6-os armor setet ebből. Ez nagyon jó ez a Raider nekem, ugye nagyon sokat milizeg, meg ugye ez milli damage-t ad, azt hiszem plusz 50%-od vagy valami ilyesmi. Tök jó, én nekem ezt nagyon szeretem. És akkor legyen már nyíl, akkor nem fog idegesíteni, hogy nem maxomban, tudod. Nem? Érted, hogy mire gondolok? Legyen maxon, aztán utána akkor az már Keeper úgy gondolja, hogy jó van, akkor erre már nem kell költenünk. Idézőjelesen költeni nyilván. Ja, azért kicsit belehúzhatnék. Rendben, a zombik ne bántsatok engem. Ez lehet, hogy ezeket megbaszom ezzel, mert baj lesz. Komolyan mondom, a kalapács szerintem hatékonyabb lettem volna. De utálom ezt! Annyira utálom azt látni. Jó, ezt se viszem el. Annyi van otthon, mint a sár. Azért egyébként. Ez jöhet. Tanulni, tanulni mindig kell. Nagyon megbolondultunk. Hello, szia, szevasz! Van nálatok terasz? Ha nincs nálatok terasz, akkor hello, szia, szevasz! Nagyon vicces volt, Abbi. Krumpli maga a legjobb dolog a Földön. Baza, ide le lehet menni, hogy le kell. Ez egy izgi lesz. Gondolom arra kömenni. Ott a írásvetítő. Nem látok semmit, ott a kávégép. Egyébként kávémagom is, meg murky waterem is annyi van, mint a sár, ezeket megint annyi értelme van gyűjtenem ám, hogy a nullával egyenlő. Nullával egyenlő. Ide le menjünk, gyerekek, ha biztos nem fognak 100 000-en rám támadni, én már előre látom, hogy itt a csúnya világ lesz. De hát jó van. Nem gép, ha nem bírja. Figyelj, rámegyek erre. Semmi. Nem hiszem el. Rossz helyre jöttem. Epic loot van abba, úgy látom. Jó, nem panaszkodik a keeper. Hol tudom ezt az árni? Cső, kukorica, cső, megy föl, gondolom, ugye? Követni kell. Ha meghalunk is, követni kell az angyalát. Na, az például pont jó lenne valamiben. Gyerekek, 5 darab ilyen ebben van. Hol nem szedtem én azt ennyit? Na hol van ez a piros csőnek a csapja? Itt van. Meg is bolondult a köcsém. Figyeld. Eláttam a gázt nekik. Hűha. Gyerekek! Hát nyugalom! Mi szép dolog. Gyere föl a lépcsőn, én meg fejbe vaglak. Mondtam. Hogy milyen kis ügybuzgók ezek, nagyon bírom őket. Sörétezzünk? Olyan lassan lő, nem tudom, ennek is gondolom van valami, amire az attack speedjére kell ide rakni. Dobbannak a fejek. Durrannak a fejek. Na. A retikül, abban mindig benn van 10 dolcsi. Nem, 3 darab. Ez valami izé volt. Biztos a No One Live Forever-ből a csaj. Ja. Ide kevés lesz a sörétes puska. Ide ez kell. Hoppá! Nem tudom miért, bazze, de komolyan mondom, szinte csitesnek érzem magam ebbe a szedbe, és ez valahogy nem jó. Nem érzem kihívásnak a dolgot. Tényleg, most ez, és ez nem nagy képviség, de ti is látjátok, hogy kb. Hogyha nagyon huncut hülyeséget csinálok, akkor tudom megszívni, mert ilyen...
Mert ilyen kb. Ilyen guard módba mész végig ezeken a, még az ötös helyeken is. Jó, biztos lehet tényleg olyan meglepetésbe belefutni, hogy azért csúnyán viselkednek veled, rád jön egyszerre nagyon sok zombi. De hát azért az valahogy olyan, nagyon ritkán fordul elő, nem? Vagy tényleg, én, és tényleg nem izéni akarok itt rajkor, vagy flexelni, hogy hú, de király. Az ott mi? Ott van olyan, ja nem, füst. Húnan gyűjtünk, merre megyünk? Arra, kifelé. Nézzük, semmi nincs itt. Úgy látom én. Itt aztán anya jönnek. Előre látom, kutya biztos itt. Kutya hegyek, bazze. Köcsög, kutya! Jó, most azért bekaptam ám ezért a harcifaszt. Ennyit arról, ami itt a nagy képűskörök. Nincsen mézem, dik. Jó, nem baj, semmi baj, no problémó. Nincs méz. Oda meg madzag kéne, ugye kötöző madzag, ide meg kaja kellene, de se kajája, se semmi a képűrnek, nagyon jó. Hát én nem örülök egyébként, hogy ezeket benyaltuk, mert ugye a HP-m, max HP-m az így ledurrant egy kicsit, meg azt hiszem még izé debuffot kapok arra is, hogy miért üdök. Valamint itt az elvágott kéz miatt. Oda ötös izé bunkó. Mennyit vártam erre, apám most meg bedobja, hallod? Pedig ezt tényleg örültem volna neki mindig. Aj, mondom, de jó lenne, ilyen nem lenne. De most meg már nem vagyok rápakolva, és nem is fogok lenni. Komolyan. Jó, ezek ott rohadnak meg. Tudom, ólom nagyon fontos, de most nem. Figyelj, ott a kéne egy sikítós, na ezzel. Az akármennyire is, ugye nem kapcsolódik a történethez, ez el kell bánnunk. Ez be fog vonzani. Egy csomó szart. Már futnak is, látod? Ezeket ezt mindenképp meg kell csinálni, mert különben tényleg izé. Ugye rád hív, akár küldetés közben is ellenfeleket. És az a baj, ránk is hívott. És ez beindul egy láncreakció, hív még egy sikítost, az hív még egyet, az hív még egyet, azt akkor tényleg csúnya világ lesz. Nem tudom, hogy hol vannak, ott vannak baze. És tudom, hogy mondtam azt, hogy a sikítost meg kéne tartani, de nem egy ötös quest közben, jó? Úgyhogy nem erre gondoltam. De gondolom azt, hogy csak elmondom, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy azért öltem meg, mert nem egy ötös küldetés közben szeretném ezt megcsinálni, nem? Jó, hát el lehet vele pufogtatni, de nem valami nagy megfejtés ez a... Jó, hát nem is a legjobb, nyilván. Gyerekek, még mennyit kell gyalogolni? Remélem, hogy azért végzek. Hopp, itt mutatja, aha, oda föl. Van ide föl? Miért kell ide följönni? Ide föl. És akkor oda meg be! Marha jó. Mi ütött meg? Konkrétan valami megütött. Hallod, ez ennek mi értelme volt? Itt mutatta, várja. Fasz a dolog van itt, na. Öcsém, hát már hol nem vagyok? Gyerekek? Hát azt sem tudom, merre járok, már komolyan. Nem vagyok jó állapotban, nem vagyok boldog. Meg tudnának minket tréfálni. És itt már megint ilyen lámpa. Hú, millióan jönnek, jó van. Ezt találtam ki. Hogy ezen a likon át tudok lövöldözgetni.
Nem vagyok egy jó állapotban, látjátok ott baloldalt. Azért mondom, egy kicsit könnyítsük meg a saját dolgunkat. Jó. Oké, mennyi idő van? 20 óra 18. Jó. Nem sietünk sehova egyébként, ne, nem kell aggódni. Vicces, hogy kaptam egy ilyen ötöset. Komolyan mondom. A franc is jön bele be a játékba. A franc is jön bele. Jó, ecset, meg mi ez? Egyébként ez mi ez? Jó, ez nem kell nekem ilyen hülyeség. Bocsi érte, hogy nem veszem föl, de nem kell. Na, mehetünk föl, gondolom. Itt elég összetett ez a, ez a hely. Így. Néha ilyen random szemétbe az egész jó kellemes dolgok tudnak lenni, nem? Na, mi a helyzet, gyerekek? Kiüt mit? Mi a helyzet? Figyelj, rámegyek erre, bolondéria, nem? Ez bírom, amikor leszakad. És most egy másik... De nem kerülök másik helyre. És akkor miért kellett ide följönni? Ja... itt valahol el tudom zárni azt a gázt. Gondolom, ott. Kezdem a mechanikákat így átérezni. De bazd meg, nem nagyon zárt el. Ja, meg itt is. Kettő van. Ez valami szemétégető vagy? Akkor pont ide illek. Vicc volt. És erre tudsz tovább menni. Egyébként annyira jó, hogy így van megcsinálva, hogy... végig kell menned. Valami logika is kell, tudjátok. Csak hát ez nekem nem annyira van. Ez de így nehéz. Hát, mekkora cigányság volt ez is a csőbb. Imádom, imádom. Ennyi? Azt hittem, hogy többen jöttök. Gyere már, ne ott a csapot, basztasd. Lejössz vagy leszedjelek? Vagy leszállsz vagy leszedjelek, ugye az volt a... Terminátor 2-be. Yeah. Még a végén rámindítanak valami ízőt, szemétégetőt tényleg. Ez akkor jó buli lesz. Te már hol járok én, öcsém? Biztos vagyok benne a végén, majd 2 millió darab zombi fog rám támadni. Na itt megint megcsináljuk azt a szivatást velük, hogyha jönnek. De van scriptelve okosba. Figyeljetek, itt annyian lesznek mindjárt, mint a nyüvek. Én már előre érzem. Figyelj. Nem nagyon lesznek itt millióabb, mi? Tipikus csapdot izé van, ilyen tér. Ez olyan úgy utálom egyébként, hogy így le van scriptelve. Direkt ilyen jumpscare-szerű. Ott meg, ott a félek itt leszakadók. Ne. 40-et ér, meg van is ott ilyen, nem kell. Na jó, megyünk föl, azt vissza lefutunk, bemegyünk azon az ajtón. Megszopatjuk őket, ha ők meg akarnak. Mondtad? Na bazze, le. Majdnem saját magamat keményen megszivattam. Van egy radi zombi, csak ilyen nyakig felöltözve. Nem is látod rajt, csak a szemét.
Ez jó. Erre gondoltam, hogy itt biztos szivatás lesz. Akkor már használjuk ki a telepet mi is. Jó, úgy látom, hogy... Mi ez a hang? Ez mi? Ez mi? Ti halljátok? Mi a fa? Ilyen hangot nem is hallottam még. Komolyan mondom, ezt nem ismerem ezt a hangot. Mi? Apát. Szállt. Na lootokat majd ugye megint okosba. Nem tudom mi ez. Ja, egy ilyen szar be van akadva. Haver! Legalább akkor felém gyere, vagy valamit okozzál már velem. Ez letérdőt. Meg elvileg még itt van valaki, de az lehet, hogy egy szinten lejjebb. Na! Nem tudom hol. Ott nyugtalankodik egy hülye katona. Ne menj el! Anyád szeme. És téged keresgéljek, komolyan mondom. És még meg se halt, ne. Oké, meg is van a küldetés, képzeljétek. És ugye megint csináljuk akkor ezt a lootolás mizériát, hogy betoljuk a kajcsit. A csocsit, vagy cukorka, vagy mi az, és akkor úgy lootolunk. Na, meg ugye ehetünk egy izét is. Egy ilyen csoki bokit, aztán akkor 100%-ra lootoljuk azt a ládát. Nem hibázunk. Ja. Remélem, hogy megfogjuk megint az Isten lábát vele. Lúcsoki vagy gyitúk. Tök élem most. Ez is tényleg én kicsit ilyen csillesebb. Lehet, hogy nem is beszélek annyit. Mi a pöcsön, bazze? Hallod, pop outfit. Ez nagyon kemény. Ez öreg idejének, az atyának, bazze, Zsozi atyának a szettje. Ez nagyon jó. Ez mi a fa? Diamond! 600-at ér, ez gondolom semmire való, csak az, hogy... Ilyen... Minek nevezik ez? Ilyen Vendor loot. Vendor trash. Hú, bazza. Gyárekek, mennyi cumó. Elektronyos dolgok. Ott benne egy foncsor. Lámpecskú. Tanulási van. Egy egyes, csodálatos. Ez érdekes, hogy most ezt tekert, ezt a szóra soha. Ez mi ez? Ó, mi ez? Csocsi? Food. Baze, 90 foodot ad. Jó. Halálos. Ez nagyon beteg. 90 foodot adó kaja. Ez nagyon durva, nem is láttam még ilyet. Na, gyerekek, itt aztán most rendőt kell rakni. Ez a paper, ez az 5 forintos, meg ez, az tudkóra megy a levesbe. Mi van még itt? Na várja, itt ez megy a scrappybe. Meg láttam még olyat, ami scrappybe megy. Ez is scrappybe megy. Hát meg figyelj, ez is scrappybe megy, bár ebből valószínű izé lesz. Olyan, ami amúgy is foglalja a helyet. Hol láttam, hol voltak valami szögeked, vagy mit akartam még? Vagy ezt már leiszkrepeltem? Ja, ez pont ilyen lett, úgyhogy. Nem hiszem ezt, ebből szerintem millió darabom van, de hát kidobálom ide. Jó. Ja, meg itt egy csomó benyát láttam, de... Valamint ilyen hordocskát. Hordocska, bordocska. Föl nem volt még loot. 10 óra van, nem bajám gyerekek, semmi gond, bírjuk mi.
Bírjuk a gyűlölést. Új, de jó, ilyen 9 darab szeg, komolyan mondom, imádom ezt a játékot, néha a loot, lootot. Figyelj, ott van egy ilyen toronybarony. Bár az lehet, hogy csak annyi, hogy... Ugye erről föl tudsz venni még egy szintet, de hát meg kéne néznünk, nem? Akkor ma. Meglessük, hát hogyha itt van a csoda még. Ja, el van törve kezebb, itt de bajunk van, látom ám. Ma ajtó a javából. Egyébként ide följöttél óra okosba, innen le tudtad volna sznájpolni őket, nem? Semmi nincs itt tényleg. Ez annyi erőnye lett volna, úgy látom. Semmi más. Hopp! Ott volt egy táska. Tatyó batyó. Loot buffal. Ne vicceljé. Volt benne ide. Darab vas. Tudom, hogy nem az. Na, menjünk a vérbe. Szerintem más nagyon nem volt, ugye bár? Más lutocska. Jaja, ide van ám. Nagyon jó cipőnk van. Ami bírja a gyűrődést. Hát itt hogy fogunk kimenni? Merre van a becekli? Arra van. Akkor arra kéne menni. Úgy gyerekek, jó elcsesztebb már. Mondjuk az kiütöm a falat, ki nem szarja le, nem igaz? Azért annyira nem gátol ez minket meg. 22-16 van, futnak a zombik, le van szarva. Jó. Mondjuk pont begyomhatnék egy ilyen 90-es kaját, nem igaz? Hol van, hova tette, hol a fasz, hol van? Te, kidobtam, vagy mi van? Ja, itt van. 90-es kaja. Ez brutál. Na, menjünk haza. Basszus, nem tudom leadni, el is felejtette, vagy eltökölte az időt. Valamire kíváncsi vagyok, ugye? Mindenképpen most. Úgyhogy legalább megcsináljuk az gyerekek, de tényleg egy eléggé vicces dolog lesz. Akartam tesztelni valamit. Egy poénból egy olyan zombi hordavárót csinálni, amivel összegyűjteni a zombikat egy helyre, ahonnan nem tudnak kijönni. És az a hely az nem lenne más, mint maga a trader. Ugye a trader az egyetlen olyan hely, amit nem tudnak szétütni a zombik. Ugye te nem tudsz bemenni hordakor, mivel mindenképpen kidob. Kidob ugye onnan. De majd mindjárt ki is próbáljuk. Ja, méz az kére, azt hiszem, hogy talán van benne valamelyikbe. Biztos, mondjuk 100%, hogy nem lesz, hallod. Hogy ismerem magamban a szerencsétlen formámat. Tudté, hogy nincsen benne. Jó, mindegy, van fel vitaminom. Ki akarom próbálni ezt mindenképpen gyorsan. Ott egy izé, ott egy valami farkas barkas, vagy mi a csöv, az hiúz. Hű, ez bírja te. Neki dörgölözködött, még a jelenek is. Kaktuszt. Nem igen tudja hova rakni a dolgokat. Na mindjárt feszedjük. Ja, kipróbáljuk. De mi lenne akkor, arra gondoltam, hogyha begyűjtenénk a... Van tök mindegy, mit rakunk ki egyébként, csak már rakjunk ki valamit. De jó, hogy most már nem vagyunk túl terhelve soha, hanem csak ha egy szlotba megy, az tök jó. Mennyi izé, hús. Meg minden kacadék. Csontocska, bontocska. Na! Arra vagyok kíváncsi, van nálunk valamennyi fa? Ha nincs, akkor mindjárt vágok. Hogy melyik az az utolsó pont, ahova lehet építkezni. És hogy... Mindjárt megnézzük, gyerekek. Bocs, hogy itt ezt ki akarom próbálni, csak egyébként tudom, hogy a zombi horda az azért jó, mert jó XP jön, meg ezzel hülyeség próbálkozni, de ez egy játék, és én szeretném ezt kipróbálni poénból, mert az... Elröhögnék rajta, egyébként megnéztem, 64 zombira lehet állítani a hordát, ami egyszerre lesz spónol. Tehát az azt jelenti, hogyha azt hiszem, hogy defaulton úgy van, hogy 8 spónol, ha megölöd, akkor jön 8. De be tudod állítani, 64 jön egyszerre. És ha 64-et be tudnánk zárni oda, az nagyon vicces lenne. De azt ki kellene próbálni. Jó, egyébként mindjárt megjavítjuk magunkat ám. Kíváncsi vagyok, hogy melyik az az utolsó pont, ahol tudunk építkezni.
Azt ildomos lenne tudni. Ja, hogy? Jó van, ez meg megy a levesbe. Hol tudok? Á, tudok még ide építkezni. Meg ide is. Oda nem tudok. Hallod, ez... Erre kíváncsi vagyok. Ki kéne próbálnunk, gyerekek, hogy be tudunk-e juttatni a traderhez zombit, és hogy őt kidobja. És ezt úgy tudnánk megoldani. Mindjárt meglátjátok. Most ezt valánk, ez most csak teszt lesz, jó? Mindjárt szerzünk egy zombit, és megnézzük, hogy be tudjuk-e juttatni a traderhez. És ha bejuttattuk, ott marad-e? Tehát az a lényeg, hogy a tradernél marad-e, vagy kidobja. Még kellene egy-két fablokk. Mert ha nem dobja ki, akkor egy poébból be tudná 64 darab zombit, meg még többet is, mert ugye random zombik is bekerülhetnek a szórásba. Juttatni a traderhez, és mint egy zombi börtönbe, ott hédereznének benne a zombik. Mindjárt kipróbáljuk. No problémo, ám. Tök jó lesz. És ez tényleg poénból. Nem kell leírni, hogy már az nagyon jó XP. Utána megölöm őket nyilván. De belegondoltak, akkor lehetne csinálni egy olyan ultimate hordavárot, ami gyakorlatilag bármilyen erős hordát kibír, mert defaulton ugye 8 darab zombi spawnol le, tehát 8 darab zombi leszpawnol neked, onnantól, ugye mondom, onnantól, hogy 8 darab zombi leszpawnolt neked, nem jön több. Érted? Alapbeállításon. Azért jön több, mert megölöd őket. Szóval ez így működik. Ez így működik a játékban. Ez az alapbeállítás. De hogyha ezt 8 darab zombit, akár mondjuk az ezredik napon is, vagy nem tudom, ugye nem ezrediken, hanem ahogy pont kijön ugye a 7 napon a zombi horda témába. Te csinálnál egy normál, hát most ez egy ilyen nagyon gagyi, de mondjuk egy olyan, mint ott fönn van, csinálnál ide, és mondjuk raknál hamereket végig, csinálnál egy folyosót, és itt oldalt lennének a hamerek, amik ugye megütik oldalon, és beövöldöznék azt a 8 darab zombit. Bocsánat, nem tudom, miért jött rám ez a körülést. Oda. Akkor ugye az történne, hogy konkrétan ott vége a hordának. Tehát te mondjuk így 8 darab zombit oda belöksz, és akkor sétálgathatsz. Tök mindegy. Bármit megcsinálhatsz. Ha akarod, kraftolgathatsz, hiába dörög az ég meg minden, nem fog több zombi jönni. Érted? Elmehetsz questelni, vagy amit akarsz. És ezt nem muszáj mindig csinálnod, de ha akarod, akkor ezt megcsinálhatod. Tehát annyit csinálsz, hogy amikor 10 órakor oda fölülsz, 8 darab zombit bevágsz az izébe, oda a traderhez, azok ott elmorognak magukba. Reggelig. Utána meg levadászod őket. Neked semmi dolgod nem lesz. A legnehezebb hordálás se. Ezt a szétütöttem, öcsém. Érted? Ezt, úgyhogy ezért gondoltam, hogy egy ilyet kipróbálnék, mert vicces lenne. Egyébként úgy lenne jó kipróbálni, majd mindjárt lehet, hogy meg is csinálom. Hogy akkor már? Most mi a... Ja, túlterhelődtünk? Az anyád úristene. Ja, mindjárt nem leszünk, mert... Elhasználom. Ezt kidobom a francba. Egyébként ide ennyire a lépcsőt is csinálhattam volna, sőt lehet, hogy meg is csinálom. Nagyon gyorsan. Ez mi az a két fű itt? Elnézést a kövögésre. Tényleg, nem tudom miért rá. Lehet, hogy kellene volna innom, bazza. Miért elkezdem ezt a videót. Ja, ez meg ilyen lépcső lett, ez tök mindegy, jó.
Ugye tesztelünk. Lehet, hogy lehozom a hamöröket. Vagy legalább egyet. Te tényleg mi az, hogy nincs az egy darab zombi sem most? Ez mondjuk elég érdekes. Jó, jöhet ilyen. Jó. Oké. Okay. Pillanat, bocsa. Ne haragudjatok, hogy ezzel eltökölök. De rohadtul kíváncsi vagyok. Ide lehozok egy hamrat. Ki akarom... Ja, hát ezt kipróbálhattam volna mondjuk dev mód vagy akármibe, ugye, kreatívba, de... megszokhattátok, hogy mindig én így próbálgatom ezeket a dolgokat. Bocsérte, tényleg, ne haragudjatok. Jó. Mennyire? 0 óra. Jöhetne valami zombi horda-szerű, vagy bármi, nem? Ezt akkor meg tudnánk ezt, ki tudnánk próbálni. Most csak egy darab hamelt lehozok, ugye legyen csak egy. A jó szarrá vagyunk terhelve, vagy mi van? Miért vagyunk ilyen stamina problémásak? De ugye ezt tudod optimalizálni úgy, hogy csinálsz rudat, meg a többi dolgok, tudjátok, ahogy kell. De igazából 8 darab zombit kell belökned, de mi csak annyit, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a zombit is kidobja, mert azt tudom, hogy engem kidob, azt mindjárt meg is mutatom, meg aki nem annyira ismeri a játékot, de rengetegen egyébként ismeritek nagyon is. Na várjál, ez meg is főtt, nagyon jó. Itt meg mi föl, itt meg egy csomó víz. Törna. Pia alapanyag. Jaj, bazd, annyi minden van itt, öcsém. Készpia. Ja, meg izé kellene. Pont 5%-on vagyunk. Talán pont leviszi, talán pont leviszi. De szerintem pont leviszi. Úgyhogy mázling van. Kaja alapanyag. Látjátok, ugye elmegyünk egy ilyen körre, aztán ilyen frankó állapotban vagyunk. Oké. Kész kaja. Van meg 10 ilyenünk. Jaj, more, már így nagyon jó vagyunk. Pi alapanyagnak számít ez is, ugye? Oké, még a gyógyszereket kirakom, jó, csak tényleg az, hogy ne legyünk annyira túlterhelve. Meg a magot, meg nem bírom ki, ugye, hogy mindent is csinálok. Jó. Oké, mindjárt lemegyek. Ja, ezt akartam leszkrepelni az előbb. Várj, megnézem, hogy vasból van-e valami, amit be tudok pakolni. Ezeket berakom ide, hogy valami menjen. Menjen minél többbe, ugye az Ironra is szükségünk van. Oké, ne kéne ugrani. És akkor kéne, ja várjál, kéne vinnünk egy. Az egyik Hammert elvisszük. És hova tette, bazze? Ó, bug vagyok egyébként. Komolyan mondom, nem látom. És tényleg nem látom. Ja, itt van, bazd. Tudjátok, mi lenne tök jó? Ami ilyen MMORPG-kben van szokás, hogy mit tudom, háttérszín más lenne. Ugye nagyon sokszor úgy van, hogy egy csomó játékban, hogy mondjuk a weaponöknek mondjuk piros a háttérszíne, az árboroknak mondjuk zöld, a kaják mondjuk sárga, és akkor ez tök megszokod, és egyből ugye nem folyamatosan csak az ikonokat kell nézned, hanem már színből látod, hogy mi micsoda. Mert a crafting alapanyag az ez, meg az nem kötöttük be. Ja, van cérnánk itt lenne, azt mindjárt megkötöm a kezemet. Azt el kell használnom, bocsi érte. Itt láttam, van, ben volt. Ó, van 16-unk, csodálatos. Na, most szerezzünk egy de előtte, ugye lerakom ezt így bazzer, de hát ezt lehet, hogy elbasztam.
Lehet, hogy elbasztam. Nem fogom tudni lerakni normálisan, de mindjárt megpróbálom azért. Na, ugye itt ezt. Ja, jó, le tudom így okosba. Na bazd meg, nem ezt akartam. Oké. Okay. Na és akkor jöjjön a teszt. Ugye mi ide állunk, följön a zombie bombé, az meg megpróbáljuk belökni. Ha nem sikerül neki, akkor ugye mi fogjuk belökni. Úgyhogy ennyi, ennyi a megoldás, megfejtés. Csak szerezünk már egy zombit. Oké. Okay. Teszt, a teszt jön. A teszt. Kíváncsi vagytok ti is rá? Ugye az a lényeg, mert most én megmutatom nektek, én beugrok. Ugye beugrok, akkor az fog történni, hogy kidob engem, figyelj. Látod? Így instant kidob. De a zombit nem biztos. Ugye minket azért dob ki, mert akkor így a zombi hordát gyakorlatilag túlélhetnéd bent. És ugye ez alá és fölé nem tudsz építkezni, meg nem tudsz befúrni se. Tehát semmit nem tudsz csinálni. Ugye ide már nem engedi lerakni. Meg azon belül, ugye, hogyha én itt akármit is ki akarnék ütni, nem engedi. Vágod. Ez a határ. Itt viszont eddig bármit tudsz csinálni. Ha akarod, leássodsz az alapkőig is. Tök mindegy. Lényegtelen. Bármit tudsz csinálni. Körbeveheted 200 méter magas fallal, vagy amivel szeretnéd. Úgyhogy ez valahogy. Mindjárt kipróbáljuk. Csak szerezzünk egy zombit, lehet, hogy bemegyek a városba, ott biztos vannak, aztán jöjjenek. Jöhet több is, mert kibírni kibírjuk. Csak kizé legyen, csak jöjjön már valaki. Mindjárt szerzünk több zombit is. Ha beesik, és nem történik olyan, hogy kidobja, akkor konkrétan ez a módszerrel, és nem csalásként, mert ugye annyi, hogy ez így van, hogy mit be tudod oda lökni. Meg tudod oldani, hogy bekerüljön a játékmechanikával, tehát nem maga egy ilyen belökő szerkezete, vagy akár te is kézzel is be tudod lökni. Most tényleg hol van egy rohadt zombi, bazzeg? Hát meddig menjek el? Megnézzük ezt a házat. Hát, hogy ha valami lesz. Komolyan mondom, bazzeg, így ide el kell menni, hallod, ebben a zombis játékban el kell menni, bazzeg, zombiért. Be kell kopogni valahol, hallod? Gyertek! Gyertek! Ej, nehogy már te! Pont nem vagy jó. Ne haragudj, de pont nem. Pont nem vagy, nem az vagy, akire számítottam. Várj, körbe rovarok, talán valami lesz. Hát öcsém. Ha mi van itt? Nincs itt hol senki. És megint egy olyan, figyeld meg! Hát pont nem ilyen kell nekem. Bármi jó lenne, csak ne ilyen ugrabunkra. Hallod? Azért ennyire nem lehetek szerencsétlen, de gyerekek. Ennyire nem lehetek szerencsétlen, hogy bejövök egy házba és nincs benne zombi. Nem, én ezt nem tudom elképzelni, hogy ennyire valaki szerencsétlen legyen, mint én. Mármint nem úgy szerencsétlen, hogy béna, hanem úgy, hogy nincs szerencsém. Ott van egy zombi. Gyere már, baze. Hát a tököm ki van veled. Ja, jó, vagy futunk, mi? Akkor futunk. Gyere, komám, gyere. Haj, ott is egy, jó van. Minden rendben van. Hello, haver. Gyere velem. Hát, most megüt, tudom, meg fog ütni, mert le fog, mindjárt stabilával fog folyni, meg minden itt ütnek, mind a... Várjál, megoldjuk. Csak ne akadjanak. Jó, jön mind a kettő. Na gyerekek, meg is megpróbálom kalapáccsal megütni, lehet, hogy egy kicsit el kell volna fordítani azt az utat. Nem jó, leakadt az egyik. Haver! Bazze, a füle mellett te kell lőnem egyet, öcsém. Hogy föl észrevegyem. Gyertek, na, jó van. Komolyan mondom, bazze, ki vagyok készülve tőletek itt. Gyertek.
Unió-s levegőbe lövök. Jaj, a izé, a reload-os skill nincsen meg. Na gyerekek, mindjárt jön akkor teszt. Figyeljük meg az események menetét. Nem éred -e? Ó, hogy a rogyás essen beléd, várja. Beesett! Jó, akkor ez már nem is kell. Tessék, gyerekek, hopp! Ennyi. Oda néz. Ez tudjátok, ez mekkora... Ezt nem tudom, hogy valakinek, bárkinek eszébe jutott volna. Szerintem nem. Mert szerintem ez nem jutott eszébe senkinek, hogy konkrétan, ha nincs kedved hordát csinálni, mármint úgy értem, hogy, és tényleg, hogy mit tudom én, valami mást szeretnél csinálni aznap éjszaka, vagy éppen nincs, nem kell az XP, mert ugye tudom, hogy XP szempontjából jó. Fogod csinálsz egy ilyet. És kész. Ugye, jó, horda napkor ugye annyi történik, hogy folyamatosan futnak nekem. Tehát nem, nincs az, hogy itt, mit tudom én, leakadnak. Viszont, ugye 8 lesz pónol, onnantól nem jön több, mert nem ölöd meg őket. És hogy egy ilyet építesz, jó, ez csak tényleg egy nagyon kezdetleges, ugye minden kellene, ugye, hogy ide egy fal, oda több darab ilyen szar, és akkor ugye ugyanúgy leesnének, tehát ami nem jön be, az leesik, vagy nem esik be, az leesik, és újra jön, tudod, ugye ugyanaz a mechanika, mint ami jön fönn lenne, egy hasonlót kéne ide építeni. Ugye, de viszont ezt még építheted magasabbra is, tehát tudsz azzal játszani, hogy még magasabbra lökik, akkor még nagyobb eséllyel beesik, de hát az elsőt belőtte, szóval ez working, ez teljesen jól működik. Ez hihetetlen. Ez gyakorlatilag meghekkeltük a játékot úgy, hogy mégse olyan trükköt alkalmazunk, ami teljesen szembe megy az egésszel. Ez nagyon durva, ez beteg. És be tudod lökni, és be tudod zárni a hordát. De ugye ezzel még azt is meg tudod csinálni, hogy úgy spawnoltatod le őket, hogy ugye felállítod maximum spawnra, 64-re, és akkor 64-et belöksz, és akkor rengeteg van benne, és mitől nappal megölöd őket. Akár ezt is tudod csinálni, de hát ezt úgy használod, ezt az információt, ahogy te szeretnél. Szerintem ez egy rohadt jó, tök poén. Szerintem ez egy poéros dolog. Egy sámfa, tek. Ja, tök jó. Ezt bírom. Várjátok, kiszedem az alját, azt inkább összeütöd majd. Akkor nem kell időt tökörésznem vele. Na, tök jó ez. Ez tetszik. Egyébként én ezt vázoltam Ferike haveromnak, meg vázoltam Norvégnak, aki ő nagy, nagyon-nagyon sok órát játszik bele, és ő azt mondta, hogy nem, 100%, hogy nem jó. Többek között ő arra gondolt, hogy azért, figyelj, 0,1 maradt, hogy a szemem álljunk meg. Többek között azért, hogy túl messze van, nem tudom beleütni. Meg az, hogy azt mondta, hogy valószínű, hogy kidobja, de nem. Ugye erre nem gondoltak a készítők, hogy arra gondoltak, hogy ugye te nem tudsz bemenni oda, mivel akkor gyakorlatilag megúszod a hordát, de arra nem gondoltak a készítők, hogy a hordát zárod be oda. Ez nagyon vicces. Egyébként még egy opciót gondoltam volna, hogyha nem löki be a... ez a... minek nevezik? Ez a... hammer. És az is biztos, hogy működne. Igaz, hogy csak ilyen gondolatkísérlet elejéig csinálta, vagy gondoltam ki. De várjál! És meg is tudod ölni őket, Botber. Tehát tudod azt is csinálni, hogy gyakorlatilag belöködöd őket. Jaj, de jó! Ja, nem jó. Jó, hát ezt most nem fogom megvárni, ne haragudjatok. De spawnoltak néhányat. Jó, hát ezeket megöljük. Mindjárt elmondom a másik verziót. Jó, sokan jönnek. Nem arra gondoltam, hogy éjszaka. Na, az megint spawnol egyet, ez tuti.
Mondjuk simán bevállalhattuk volna. Ott is egy. Ja, tök jó lootokat dobnak. Igen, a másik megoldás az lenne, hogy hasonló, csak nem kocka blokkból épített fel, hanem ahonnan tudod, mondjuk fölépítte ez, meddig lehet, eddig, mondjuk egy 20 blokk magasra így, és akkor onnan meg egy ilyen srégen építed, úgy csinálod meg a srégségét, hogy ahogy lelököd ott, és akkor csúsznak le azokon a blokkokon, tudjátok, a 45 fokosokon, mivel ugye megtartod, és csúszni fog le, akkor ugye olyan irányba csúszson, hogy becsúszol oda. Tehát ugye ad neki egy ilyen irányt, ahogy kiér itt, akkor ugye bepotyognak oda, úgyhogy az is egy megoldás lenne, ezt még megölem bazze. Ahogy már jól érezze magát a csávó. Pofán shotgun, na oda nézzetek. Jaj, ne sok, nem bírom ki, hogy ne öljek el zombikat. Ennyi volt. Tök jó, imádom. Egyébként tök free XP, ugye? Nincsen izém. Kettő skill pontom van, ne viccelj, more. Jó, föl kell bennünk. Egyébként most folyamatosan kattok az agyam, hogy ezt mire lehetne használni. Erről lehet, hogy csinálok egy tutorial videót, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de hát igazából láttátok. Mármint csak lehet, hogy specifikusan erről is, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha külön lesz majd róla. Nem tudom, valami angol nyelvű címben, hogy elérhessék olyanok is, akik ugye mindenféle ugye bázisok, meg mindenféle van, de egy speciális zombi váró, ami gyakorlatilag börtönbe zárja a zombikat. Ez tényleg szerintem nem gondolkozott ezen még senki, érdekes megoldás. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt ilyen jól kitaláltam. Igen, szuper. Még gyorsan iszunk egyet. Komolyan, ezt tök örülök neki, hogy ezt így sikerült kitalálni a képernek. Most kell egy ilyet még izélnem. Na, várjatok, akkor el kéne osztani a skill pontot kettő darab dologgal. Ugye arról beszéltünk, ja mondjuk arra beszéltük, hogy erre kéne ugye gyűjteni. És akkor ugye fel tudnám tolni a Pain Tolerance-át, meg a Healing Faktort, amikor akkor még inkább ilyen tank karakter lennék, ugye. Jó, semmi gond. Még egy XP-t, vagy egy skill pontot behúzunk. És akkor holnap reggel meg figyeljetek, megyünk ezerre neki megint a világnak, mert csináljuk a dolgokat. De ez tök jó, ez tök tetszik. Brutál. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett ez a rész. Írjatok nyugodtan kritikát, véleményt mindenről. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek erről a zombi váró dologról, hogy börtönbe rakjuk a zombikat. Ez nagyon durván működik. Tök jó. Brutál. Nagyon jó. Na, köszi szépen. Sziasztok.